Az utolsó videófelvétel döntően az alkoholos szkleroterápia lehetőségét mutatja be, de az első eset kapcsán az útrang vezérelt szúrást is demonstrálom, ami egyébként több korábbi esetnél bemutatásra került. Ballebeny centrálisan egy kis ehoszegény göbkezdemény ábrázolódik, amiben azonban fokozott a keringés, ezért érdemesnek tartottam mintát venni belőle. Normál méretű állomány, a lebeny egészében nincs keringés. Hosszmetszetben 4 mm-esnek bizonyult az elváltozás, itt mutatkozik a fokozott vaszkularizáció. A göb felett jár a tű az útrang vezérelt szúrás ezen fázisában. Ez a kép már azt mutatja, amikor beértem az elváltozásba. Ez a világos bizonyíték arra, hogy jó helyen jár az ember. Folyamatos felvételen lebeny centrumában az ehoszegény jól kialakult göbkezdemény indul a szúrás, és először tőle jobbra laterálisan vagyok, mozdítani kell a tűt, hogy beleérek az elváltozásba, és ott is vagyok benne. Tehát a beavatkozás közben a tű mozgatásával tudunk korrigálni. A második szúrásnál erre nincsen szükségünk, itt egyből abba az irányba sikerült vezetnem a tűt, ahol az elváltozás van, és egyértelmű most, hogy benne vagyok. Szolíd göb ultrahangvezérelt alkoholos kezelését mutatom. Ballebeny nagy részét kitevő ehoszegény göbről van szó, a citrológia nyilván előtte megtörtént és negatívnak bizonyult. A magyarázó ábrán a sárga a tű végére utal, a piros az alkoholos területre, ami egy cisztikus résznek imponál, a mögöttes zöld rész pedig a hangerősítésnek megfelelően fényesedő fehér állomány. Majd a folyamatos felvétel során jól lehet látni azt, hogy tulajdonképpen az igazi látvány nem is a cisztikus területnek megfelelően az alkohol szaporodik, hanem a mögöttes hangárnyékolás lesz. Tehát jobb ballebeny harántmetszet, indul a tű, jól lehet látni a végét, és most egy kezdetben megfigyelhető, ahogyan szaporodik a cisztikus rész, ott, ahol az alkohol belekerül a göbbe, de talán látványosabb a mögöttes terület, az egyre fényesebb állománya a göbb dorzális részének. Néha olyannak tűnik, mintha odaadnánk az alkoholt, holott ez egy optikai csalódás, a mögöttes, a cisztikus terület mögötti hangerősítés következtében látható ott a változás talán jobban, mint ahol valójában az alkohol belekerül. Összehasonlító kép következik. Kezelés előtt ekkora volt a göbb haránt metszetben, kezelés után 4 hónappal ekkora. Jön a hosszmetszeti kép kezelés előtt és kezelés után jól láthatóan jelentősen megkisebbedett a göb. Szolíd göb alkoholos kezelése. Jobb lebeny haránt, mélységi és hossz átmérőben mutatjuk ezt a tokkal övezett eogazdag göböt. Tehát bal lebeny, középre hozzuk a göböt, és középtájon indul a tű. Ott lehet látni a tű végét. Ez azért fontos, mert a kezelés legelején, amikor beleszúrunk, még látjuk a tű végét, utána viszont nem. 1-2 méternél többet nem érdemes mozgatni a tűt, anélkül, hogy újra ellenőriznénk a helyét, ugyanis a kezelés közben, ahogy az alkohol kerül be a göbbe, nem fogjuk látni, hogy pontosan hol van a tű vége. Indirekt jelünk van, a tű végétől dorzálisan, több milliméterrel dorzálisan a szaporodó ehoszegény terület az, ami látványos a felvételen, az változik, de valójában nem odaadjuk az alkoholt, hanem tőle ventrálisan. Kétség esetén inkább húzzuk ki a tűt, és szúrjuk meg még egyszer a beteget. Öt nappal a vizsgálat előtt ezt a beteget komoly nyaki trauma érte, néhány órán belül egy nagy jobblebenyt érintő duzzanat alakult ki. Ehonormál göb döntően cisztikus területekkel. Itt a kötőszöveti sövény megszakadását lehet látni, tehát a töbrekeszes cisztát elválasztó sövény megszakad a folytonossága. Több helyen észlelhetjük ezt, igen ritkán lehet látni, pajzsmirigy cisztánál én még csak annál a kevés traumás cisztánál figyeltem meg.
Ez a felvétel azt is igazolja, hogy nem pseudocisztáról van szó, hanem egy meglévő göböt ért a trauma, ugyanis a tokjel azt mutatja, hogy régóta fönnálló göb volt, nyilván ez egy cisztikus göb volt, ami bevérzett a trauma hatására. Hát a leszívásnak ezen a részén még semmilyen különösebb probléma nincsen. A legnagyobb rekeszből szívom le a folyadékot, tőle balra jól lehet látni a tű felé tartó áramlást, a kicsit fehéresebb rész. Következő szúrás, próbálom teljesen evakuálni ezt a nagy rekeszt, és nagyjából sikerül is. Ugyanakkor a következő felvételre utalok, a nyíl egy érdekes helyre utal, ahol majd áramlást látunk a leszívódóban lévő ciszta űr felé. Tehát egy nagy rekesz, már is visszatelt egy kicsit egyébként egy fél perccel később, szívjuk le, és tőle dorzolaterálisan, azaz balra és mögötte az ehonormál részemből lehet látni egy áramlásos részt. Tehát miközben szívjuk le, ott telítődik nyilván vérrel ez a ciszta űr. Itt még annyira nem demonstratív, ezt utólag vettem észre a videó elemzése során. Következőképpen a cisztára mutat a piros nyíl, mérsékelten a szegény, majd látjuk telítődő része pedig a zöld nyíl. Tehát ventrálisan egy újabb rekeszt próbálok evakuálni, benne a tű csökken, de dorzálisan pedig telítődik, semmi köze annak a résznek a cisztához. Itt ez vérrel telítődik ez a része. Nyilván közlekednek egymással, de nem a ciszta miatt volt az áramlás, a leszívás miatt. Egy újabb területből próbálok leszívást. Sikerül is, de tőle balra két másikban jól lehet látni a telítődést. Újabb felvétel, már több perce és több 10 milliliter szívtam le, a ciszta még mindig semmit nem csökkent. Megint próbálok beleszúrni, sikerül is, és ahelyett, hogy csökkenne a leszívás közben, inkább nő ennek az űrnek a mérete. Ennek az a magyarázat, hogy valószínűleg a bevérzett ciszta tamponált egy eret, és ezt a tamponálást szüntettem meg a leszívással, és közben a vérrel terítődik fel a ciszta, semmit nem csökken. Hát összességében a beavatkozás végén 25 ml szívtam le, és hát jól lehet látni, hogy semmivel nem lett kisebb, mint a beavatkozás előtt. Itt semmilyen tűszúrás nincs, a spontán terítődést in vivo mutatja ez a felvétel, a középső részen ott nagyon szépen lehet látni, hogy visszatelik. Beavatkozás előtt ekkora volt a göb, 25 ml véres bennék leszívása után meg ugyanakkora, ha nem nagyobb. Traumás ciszta képes ilyet produkálni. Cisztikus pajzsmirigyőbb alkoholos kezelését mutatom, nem az első kezeléstől kezdődik a történet. Másfél centi ennek a göbnek a legnagyobb átmérője az első kezelés előtt 4 cm volt. Ott a tű vége, leszívjuk, és sajnos túl gyorsan szívtuk le. Van egy túlnyomás, sokszor a pajzsmirigy cisztában villámgyorsan 1-2 másodperc alatt megterhet a fecskendő a folyadékkal, és itt vagyunk, egy 1-2 mm-es mélységi átmérőbe kellene beletalálnunk a tűvel, ez igen ritkán szokott sikerülni, ennek ellenére teszünk rá egy kísérletet, de sajnos ez itt eredménytelen marad. Muszáj látni ilyenkor a tű végét, nem látjuk sehol se. Próbálkozunk még egyszer, de hát sajnos ez veszett fejszényele. 8 nappal később szerencsére visszatelt a ciszta, és itt óvatosabban igyekszünk eljárni, nehogy úgy járjunk, mint 8 nappal korábban. Cisztadenóma körülötte keringés, tehát a leszívás, indul a tű, benne vagyunk, és most meghagytunk egy jóval vastagabb állományt, tehát ez a jóval vastagabb 3-4 mm, de itt azért reális esélye van gyakorolt embernek, hogy beletalál az elváltozásba. Indul a szúrás, a tű vége, amint felvillan, mindjárt az alkoholt is adjuk be, ott a tű vége, és indul az alkohol. Körülbelül egy fél és 2 perc közti idő a göb nagyságától, illetve a kezelés számától függően, hogy mennyi ideig tart egy-egy alkalom. Itt a vége felé már jobban kell figyelni, mert nem teljesen épp a tok, könnyebben szivárog a göbön kívülre, betegnek gyakrabban okoz panaszt a negyedik, hatodik kezelés, mint az első kezelés. Itt jól lehetett látni. 2 hét múlva az utolsó kezelést mutatom,
kisebb a göb, és most már előtűnik a szöveti állomány. A cisztáknál is fontos a szöveti állomány elroncsolása. Ha eddig eljutunk, akkor nagyobb az esély annak, hogy véglegesen eredményre vezet a kezelés. Benne vagyunk a szöveti részében, már az alkohol befecskendezését mutatom. Amikor szöveti részbe adjuk az alkoholt, kicsit nagyobb ellenállással kell dolgoznunk, tehát keményebb fizikai munkát jelent a fecskendőt nyomni félkézzel. Dorzálisan nem nagyon lehet jól tájékozódni, az alkohol okozta műtermék miatt néha eltűnik a tű, de azért egyértelmű, hogy benne vagyunk. Mutatok összehasonlító ábrákat az itt bemutatott első kezelés előtt, illetve 3 hónappal az utolsó után. Jóval kisebb a göb mérete. Hosszmetszetben ugyanez látható kezelés előtt és után úgy néz ki, hogy a kezelés sikeres. Szolíd göb 6 kezelése közül 3-at prezentál ez a felvétel. Második kezelés előtt vagyunk, ehonormál göb centrálisan nagyobb egybefüggő cisztikus területtel. Azért szívjuk le, hogy kisebb legyen az alkohol feszítő hatása. Ha ugyanis mondjuk 6 ml alkoholt próbálunk beadni, itt ennyi történik, és előtte 1,5 liter ciszta tartalmat leszívunk, értelemszerűen kisebb lesz a kezelés feszítő hatása, kevésbé fújjuk fel ezt a labdát. Most indul a tű az alkohol beadásához, a göb dorzális részén azonnal felvillan, és tőle távol is áramlást látunk. Ennek az a magyarázata, hogy ha nyirokerek közelébe szúrunk, akkor azok villámgyorsan elvezetik az alkoholt, és azonnal több centiméterrel távolabb is látunk áramlást a göbön belül. Ezt nem mindig lehet megfigyelni. Ilyen nagyságú göbnél nem fenyeget az a veszély, hogy akár ventrál, akár dorzál felé kimozdulnánk a göbből, sőt a kezelés közben érdemes is a tűhelyét változtatni, hiszen ilyen nagyságú elváltozásnál minél több helyet ér az alkohol, annál nagyobb esélye van, hogy a göb nagy része el fog halni, és végleges sikerrel kecsegtethet az beavatkozás. Most ventrálisabban van a tű a kezelés befejezése előtt, és most abba hagytuk. 1 hét eltelt. Vajon milyen változást látunk? A méretben nem, viszont a szerkezet jóval nagyobb része mérsékelten eoszegény. Ezen kívül nincsenek egybefüggő cisztikus területek, apró szigetszerű eoszegénység figyelhető meg. A keringést azért vizsgáljuk, hát ha találnánk egy fokozott keringésű részt, ami feltételezhetően épp állomány lenne, és oda kellene céloznunk az alkohollal, ilyet nem látunk. A göbnek a dorzolaterális része, ami éppnek látszik, ezt fogjuk célozni a 3. kezelés során. Most indul a tű, és jól lehet látni, hogy hol a vége, közvetlenül ott terjed az alkohol, szemben az előző kezelésnél bemutatott távolabbi áramlásokkal. Ha 3-4 ml-t adunk be, akkor körülbelül ilyen nagyságú göbnél 3-4 részletben érdemes az alkoholt beadni. Nem fenyeget az, hogy göbön kívül kerülnénk, itt ebben az esetben az sem, hogy a karotiszt megsérthetnénk, hiszen jóval arrébb vagyunk, ugyanakkor minden egyes mozdítás után előfordulhat, hogy a tű eltömeszelődik. Ha egy helyen vagyunk, ez sokkal kevésbé fenyeget minket. Hát itt nem jártunk így, most már egy kicsit a göbnek a mediális részéhez közelített a tű, ott adjuk az alkoholt. A terjedő szürke folt az, ami az alkoholbeadás helyére utal, nem egyértelműen látható a tű végei, több fényes fehér folt van. Most ventrálisabbra helyeztük a tűt, egy újabb alkoholfröccsöt adunk be, a göb centrális részénél járunk már. Közben természetesen figyelni kell a beteg jelzéseit, hirtelen fájdalom felléphet, hogyha a tokon kívül kerül a göb vagy nyirokerek elvezetik. Most időben egy nagyobbat ugrunk, a 3. után a 6. kezelést mutatjuk, szembetűnő a változás, kisebb is a göbös elváltozás, és sokkal inhomogénebb. Mérsékelten EHO szegény, EHO normál, EHO gazdag, durvábban inhomogén területek váltakoznak, ez már messze nem az a homogén kép, amit bemutattunk a 2. kezelés előtt, nyilván a göb nagy része károsodott. Megint épp részt lövünk be, célzunk be, tű végét nem nagyon lehetett látni, az alkohol lassan terjed a centrális részén.
Az utolsó kezelések során már sokszor jóval rigidebb a göb, már több mint 6 hét eltelt az első kezelés óta, ilyenkor biztosan van már hegesedés is. Nem ritkán járunk úgy ilyen nagy göb utolsó előtti kezelésénél, hogy komolyabb fizikai erőfeszítést kell alkalmaznunk, hogy az alkoholt be tudjuk adni, és kevés olyan részét látjuk vagy érezzük a göbnek, ahova akadálytalanul mehet az alkohol. Első kezelés előtti haránt átmérő, első kezelés előtti hossz átmérő. 15 hónappal a kezelés után egy sokkal kisebb göb haránt metszetben keringés nem mutatkozik, csak a toknak megfelelően, és a hossz átmérő is sokkal kisebb, sikeresnek. 26. hetes kismam, akinél az eltelt fél évben több alkalommal szívtak le mellékpajzsmi cisztadenomát, de napokon belül visszatelt. Panaszt okozott ez a 4,5 cm-es elváltozás, amelyik a jobb lebenynek az alsó dorzális részén helyezkedik el. Nyilvánvalóan ez a traja közeli elváltozás légzési panaszt okozott neki már. Jól lehet látni a leszívásnál a tű végét, hát ezt nem minden alkalommal sikerül ennyire jól demonstrálni, de hát itt egyértelmű a helyzet, csökken a ciszta mérete, hogy szívjuk le. Most időben ugrottunk, ekkora maradt a leszívás után a ciszta, muszáj ennyit hagyni, hogy megtaláljuk a tű végét a szúrásnál, amikor az alkoholt adjuk be. Most indul a szúrás, benne vagyunk ebbe a háromszög alakú képletben, és látható a szaporodó ehogazdag massza, ez az alkohol közvetlenül a befecskendezés után. 26 ml-t szívtam le, 6 ml-t adtam be, a kezelés végi állapotot mutatja a videó, az utolsó 1 ml alkohol beadását. Jól lehet látni, hogy nagyobb már az elváltozás. 4 hét azért telt el, mert karácsony és szilveszter jött közbe, ennyit sose szoktunk várni. Itt legalább lehet demonstrálni, hogy egy kezelésnek is viszonylag jó az effektusa, legalábbis rövid távon. De mivel a hosszú távú eredményessége lényegesen rosszabb, ezért legalább 2 kezelés, de inkább 3-at szoktunk adni, hát kismamánál a lehető legkevesebbet adjuk, itt ez volt a második és egyre utolsó kezelés. Elég nehéz megtalálni, itt lehet látni ezt a mérsékelten ehoszegény, centrálisan egy ovoid ehoszegényebb, cisztikus területeket tartalmazó elváltozást. Karotisz közvetlen közelében van, és kisebb annál a kezelés előtt, most indul a tű. Jó helyen vagyunk, nem fogunk az artériába szúrni, most érünk bele az elváltozásba. Benne vagyunk, és jön az alkohol. Lassan adjuk, itt is ugrunk időben, és a kezelés végi állapotot mutatja, most már jól láthatóan az artériánál nagyobbá vált az alkohollal terődő mellékpajzsmégy. Ismételten visszaterődött mellékpajzsmégy ciszta alkoholos kezelését mutatom. Először az épp jobb lebeny haránt átmérőben, majd pedig hossz metszetben. Itt semmi gond nincs. A bal lebenytől viszont dorzálisan, a felső pórus közelében, egy hossz átmérőjében közel 3 cm-es cisztikus képlet ábrázolódik. Pajzsmégytől dorzálisan ez alig ha lehet más, mint mellékpajzsmégy. A ciszta parathormon tartalma többször igazolta, hogy ez mellékpajzsmégy elváltozás. A karotiszhoz igen közel helyezkedik el a képlet, amit a szúrás és a kezelés során muszáj figyelembe venni. Indul a leszíváshoz a szúrás, nagyon jól lehet látni a tű végét, és szépen kisebbedik az elváltozás. Ennél a beadás azért egy fokkal izgalmasabb, nyilván a karotisz közelsége miatt nem lehet megelégedni azzal, hogy majdnem biztosan tudjuk, hol a tű, látnunk kell a végét, a tű végét, mind végig a kezelés során. Most ott felvillan, adjuk az alkoholt, és végig lehet látni a karotiszhoz igen közel a tű végét. Nem merülegesen szúrunk ilyenkor, hanem inkább oldalirányból, hogyha a beteg nyelne, véletlenül köhögne, akkor nehogy felnyársaljuk a karotiszt. Jól lehet látni, hogy a kis elváltozás szép lassan növekszik, szaporodik benne az alkoholtartalom. Ilyen esetben mindig az erekben is látunk keringést, nyilván részben gyorsan elvezetődik az alkohol, részben áramlást gerjesztünk a kis kapillárisokon keresztül. A tű végét
rendszeresen ellenőrizni kell ilyen karotisz közeli szúrás esetén, az alkoholos kezelésnél legalábbis mindvégig. Eltelt néhány hét, jött a beteg a második kezelésre, sokkal kisebb az elváltozás, ennek ellenére az alkoholos kezelést érdemes legalább kettő, inkább három alkalommal beadni, mert nem csak arról van szó, hogy leszívjuk, de arról is, hogy a ciszta falában összenövést idézünk elő. Ez egy sikertelen kezelés egyébként, keressük, hogy hol a tű vége, mire megtaláljuk, addigra eltömeszeledődött a tű, és nem tudtam beadni az alkoholt. Nem egyértelmű, hol a tű vége, mire megjelenik a legvégén, addigra pedig nem tudtam alkoholt beadni, beteg elfáradt közben, ne felejtsük el, hogy ez mindvég egy emberen belül zajlik ez a folyamat. Eltelt újabb egy hét, hát az elváltozás mérete nem sokat nőtt, kisebbedett, gyakorlatilag ugyanakkora indul a szúrás. Most lehet látni a subcutisban, reméljük, hogy benne a göbben, egyértelmű, ott van a göbben, és nem a karotiszban, a tű végét láttuk, picit visszahúzzuk a biztonság kedvéért, és indul az alkohol beadása. Szép lassan szaporodik. Itt egy kicsit szervült már a képleten belül az elváltozás, tehát nyilván ez már nem abszolút folyadék, és nem is szöveti állomány, ilyenkor kicsit nehézkesebb beadni. De jól lehet látni, ahogy nő ennek a alkollal terítődő képletnek a mérete. Hát ennyi gyakorlatilag ez a kezelés. Ismételten leszívott, majd visszaterődött mellékpajzsmirigy ciszta alkoholos kezelését mutatja a felvétel. A bal lebőny vetületében ez a látótéret elfoglaló cisztikus képlet figyelhető meg, széli részein a kolorral jól látható több helyen ér árnyék, hát a ciszt adenóma is adenóma, tehát tokba zárt elváltozás, még ha ritkán is látható a tok. Leszívás, tűt bevezetjük a göbbe, jól lehet látni a tű végét, és azt is, hogy szép lassan megkisebbedik a göb. 42 ml folyadékot szívtam le, világos, víztiszta bennéket. Túl sok minden nem történik itt az ultrahang felvétel során, és érőben sem nagyon izgalmas ez a rész a betegnek, ez nem szokott különösebb panaszt okozni, ha jó helyre vezetjük be a tűt. Most már jóval kisebb a ciszta, de igyekszünk minél több folyadékot leszívni, ugyanis a hatásmechanizmusa az alkoholos kezelésnek nyilván az alkohol töménységén alapszik, tehát hogyha keveredik egy jelentősebb mennyiségű folyadékkal, akkor kevésbé lesz hatásos. Itt is még lehet látni cisztikus területeket, egy újabb ultrahangvezérelt szúrás, illetve ennek a kis tömlőnek a leszívása, ami most látható a felvételem. Hát nyilvánvalóan jóval kisebb, mint ezelőtt 1-2 perccel. Legalábbis érőben eltelt annyi idő. És most jön az alkohol beadása. Indul a tű, bőr, szubkutisz, most már a göbön belül vagyunk. Ott a vége, és a folyamatosan szaporodó, fehéres sáv az a beadott alkohol. Itt nyilván jobban oda kell figyelni a betegre, hiszen az alkohol diffundálhat a göbön kívül, nem egyértelműen látjuk a kezelés közben a tű végét, tehát fontos, hogy közben dorzális irányba legalábbis ne nyomjuk a tűt, és ventrálisan se túl sokat, mert hát teljesen mindegy, hogy elől vagy dorzálisan kerül az alkohol a göbön kívül. Tragédiát nem csinálunk, a betegnek egy gyorsan enyhülő, csípő fájdalmat okoz az alkohol, ha kívül kerül a göbön. Hát most már szép lassan az eredeti térfogatnak körülbelül a negyedére, harmadára feltelt az alkohollal kezelt göb. Összesen 7 ml-t adtam be. Ez a felvétel a második kezelés előtti állapotot mutatja, 4 héttel később lényegesen kisebb a göb mérete.